Mindennyian ismerjük a mondást, hogy a férfi szívéhez a hasán át vezet az út. Nos, Paluska Ádám egy igazán férfias étellel készült, legalábbis erről fogunk beszélgetni. Szia Ádám, jó estét! Jó, szia! Ugye ez az egész műsor most a fiúk köré épül, hát nehogy azt gondolják, hogy mi hölgyek nem gondolkodunk róluk. Beszélgettünk itt ma már sok mindenről, finomságokról, sörökről, szakáról. Hát te úgy látom, hogy érintett vagy, akár itt a szakállápolásban. Igen, igen, ez nem a No Shave November miatt van, én általában is így hordom. És a sörrel hogy állsz? Hát szeretem, mint minden férfi. Nos, hát akkor majd levőbbítjük ezt a finomságot egy kis sörrel itt a mai nap folyamán. Ugye elsősorban most férfias ételekre vagyunk kíváncsiak, vagy talán inkább azokra, ami mindenki számára kedvenc, és elég gyorsan elkészül. Én a hamburgerre gondoltam, nem tudom, hogy valóban gyors ez az étel, vagy azért egy igazán jó hamburgerhez idő kell. Hát viszonylag gyorsan el lehet készíteni, bár az alapanyag mindig a legfontosabb, hogy jó minőségű húst be tudjunk szerezni, illetve hogy a megfelelő fűszerezést eltaláljuk. Gyorsan el lehet készíteni, mert hogyha már minden adott a dologhoz, akkor viszonylag egy 10-15 perc alatt ezt elő lehet állítani, de azért az előkészületek több órát is igényelhetnek. Az az érdekes ebben, hogy nyilván aki hozzátok elmegy, az tudja, hogy akkor ott valóban azt kapja, ami, tehát nem egy lefagyasztott, nem tudom, valamilyen áruházláncban megvásárolt húspogácsával fogják azt a zsömlét megtölteni, hanem ott készül el helyben. De azért a legtöbb háziasszony tényleg elmegy a könnyebb ellenállás irányába, vagy elviszi a gyerekét egy étterembe, gyors étterembe, vagy megveszi ezeket a bizonyos pogácsákat. Úgyhogy akkor most így akkor mondjunk egy kis receptet. Hogy készül akkor egy finom hamburger? A legfontosabb, hogy tényleg marha húsból kell készíteni, hogyha az ember ugye marha burgert akar, mert már a sertésburger is kezd egyre jobban újra visszatérni, ez a retro dolgok, a mangalicából, a különböző húsokból. De a legjobb, hogyha az ember 100% marha húst választ. Ehhez talán a legjobb, hogyha nyakat választunk, illetve ehhez valamilyen zsiradékot teszünk hozzá, akár szalonnát, akár vesefagyút, mondjuk azt egy kicsit nehezebb beszerezni. Igen, még ezt én soha nem vettem, de... Ilyen háztartási célra elég nehéz beszerezni, vágóhidakról lehet ezt könnyebben hozzájutni. Ugye ez nehezíti a dolgot azért egy kicsit. Hát a lényeg, hogy ne használjunk igazából túl sok fűszerezést, mert akkor azt fog dominálni, egy igazi jó hamburgerben a hús íze dominálja, ne az, hogy ebbe petrezselymet teszünk, tojást, különböző dagasztóanyagokat, hanem inkább csak a hús, illetve valami zsiradékot, egy körülbelül 90-10-80-20%-os arányban, és akkor egy megfelelő ízvilágot kapunk, sóbors. Tehát akkor ennyi, fokhagyma, igen, nem is, semmi? Nem is kell, majd inkább ezt a szószba, hogyha az ember akar még egy különböző pikantériát belecsempészni, akkor inkább a szósszal próbálja. Nekem az a tapasztalatom, hogy megint csak, és lehet, hogy nem csak én használom ezeket a fűszereket, hanem nagyon sok háziasszony, ugye nagyon sok reklámot látunk, hogy mitől lesz finom a húsleves, akármilyen hús, ezért valahol egy idő után szinte minden ételnek ugyanolyan íze van, mert azokat az ízfokozós fűszereket használjuk. Úgyhogy ez egy nagyon jó dolog, amit most mondtál, hogy próbáljuk meg élvezni annak az ételnek az ízét, amelyet ugye fogyasztunk. Igen, sajnos a média eléggé súlykolja az emberbe, hogy különböző ízfokozókat használjon, ugye ez általában a nátriumglutamát, és tényleg ez minden ízt ugyanolyan, tehát ez egy nagyon jó íz, nem tudjuk megmondani pontosan milyen, csak ugye egy jó íz, és nagyon sok vásárolt ételben rengeteg nátriumglutamát van, és ez nem egy jó irány. Tehát az ember inkább azért járjon el étterembe, hogyha otthon ezt nem engedheti meg magának, hogy tényleg mindenből a minőségét, tényleg a legfrissebbet, és gyorsan össze akar dobni valamit. Nyilván vannak olyan adott szituációk, amikor ezt kell használni, de hogyha lehet, az ember ezeket kerülje el, és a friss dolgokat, inkább próbáljon meg piacon vásárolni, ne nagy hálózatokban, üzletláncokban, és akkor biztos, hogy meg fogja találni magának azt az ízvilágot, amit szeretne. Nos, akkor, hogyha összegyúrtad ezt a pogácsát, akkor gondolom, hogy ellapítgatod, és akkor kisütöd. A sütés az hogy történik, olajban, vagy valamilyen faszenes Hát igazából még most az időjárásunk ugye engedi, hogy kint grillezgessünk, ugye ez egy nagyon jó vonal, nagyon szeretik az emberek nyáron, főleg a férfiak, ugye meg lehet a barátokat hívni, ugye sör kíséret egy nagyon jó grillezést. Hát, hogyha az ember nem akar nyüglődni azzal, hogy faszenet begyújtja, vannak már nagyon jó gázgrillek azon is,
nagyon jó húsokat lehet elkészíteni. A lényeg a hőfok, hogy minimum 200 fok legyen, de inkább 200 fok felett legyen, és ha lehet, akkor a húst azt ne süssük teljesen át. Hogyha megbízunk a hentesben, akitől vásároltuk, hogy ez egy jó minőségű marhahús, akkor nyugodtan maradhat a közepe rozé, és nem lesz tőle semmi bajunk, és úgy a legszaftosabb. Ez mennyi idő körülbelül? Hát egy a 3-3 perc mind a két oldalán, és akkor egy pont tökéletes lesz rozé, lesz a közepe, és kellően szaftos lesz, nem az lesz, mint amit egyes gyorséttermi láncokban látunk, hogy ez teljesen már rózsaszín szín sem található meg benne. Na, beszéltél itt a szószokról, ezzel egy kicsit itt a fantáziám beindult, gondolom, hogy sokféle szószt el lehet készíteni. Mik a legférfiasabb vagy a legkedveltebb szószok? Hát a nem legférfiasabb, ugyanúgy inkább a férfiak nagyon szeretik a csípőset, ez szinte bármihez fel lehet használni, akár egy ketchup alapú mártáshoz, akár egy barbecue alapú mártáshoz. A férfiak szerintem inkább a fűszeresebb ízvilágokat szeretik, amik ilyen karakteres, ugyanitt ugye a barbecue, illetve a csípős, én azt ajánlom a férfiaknak. Na, azért egy kicsit legyünk a hölgyekhez is kedvesek, hát, és vannak nőies mártások? Hát a nőies mártások inkább a majonézes alapúak, úgy mondanám, amik nem ilyen nagyon karakteresek. De persze vannak olyan hölgyek, akik nagyon szeretik a csípőset, ugyanúgy vannak olyan férfiak, akik viszont nem szeretik abszolút a csípőset. Nos, nem tudom, Ádám, milyen férfias ételeket ajánlanál, vagy egyáltalán mik azok az ételek, amelyek a szívedhez közel állnak, amelyeket te, mint férfi, szívesen készítesz el, és így ajánlasz is a költségtérítés. Én nagyon szeretek barbecue-zni. Ez egy új, nem azt mondom, hogy új stílus, mert ez régóta van, már a háztartásban is lehet kapni nagyon jó barbecue eszközöket, ez egy ilyen faszenes, úgymond grillek, de inkább smokereknek nevezzük őket, hogy külön van a tűztér és külön van a sütési terület. Az a lényege, hogy ez alacsony hőfokon történik, egy 3-4 órán keresztül csak füstöljük a húst alacsony 40-50 fokon, és utána pedig egy ilyen 100-110 fok közötti hőmérsékleten készre sütjük egy ilyen 8 óra alatt. Ez egy nagyon időigényes dolog. 8 óra alatt? Igen. És 8 óra alatt a hús, hát én azt gondolnám, hogy ez biztos egy ilyen cipőtalpá változik. Nem, ez inkább hasonló a konfitáláshoz, az áll hozzá a legközelebb, de az a lényeg, hogy becsomagoljuk füstölés után, és benne marad minden íz a húsban, nem fog belőle kisülni, semmi nem lesz rágós, hanem inkább ilyen porhanyós lesz a hús. Hát figyelj, ez alatt a buli alatt olyan helyekre szokom, hogy 8 óra alatt mindenki elhajlana valószínűleg, de úgy gondolom, hogy a rohanó időben ez egy nagy kihívás, egy ilyen 8 órás ételt elkészíteni. Akinek nincs rá 8 órája, az esetleg gondolom nálatok meg is kóstolhatja. Nálunk abszolút megkóstolhatja mind az oldalast, mind a pulled porkot, csülkönk van már. Azt tudom még javasolni, akinek nincs ennyi ideje, azért már nagyon jó termékeket lehet kapni, esetleg szuvidálva. Ez is egy újfajta technológia, ez a lassú főzés technológiája. Egy ilyen 60-80 fok között húsfajtától függően főzve, vákumcsomagolva és főzve elkészítik, és majd ezt csak újra redukálni kell, felmelegíteni, grillen felsütni, és akkor egy tökéletes ízvilágot kapunk, és ez már a nagy áruházakban is beszerezhető. Hát Ádám, köszönöm szépen, sok újat tanultam tőled.